Tisztelt hallgatóság, tisztelt látogatók! Kérem, kísérjék figyelemmel előadásomat, ami a 17. század közepének végvidéki életéből elevenítve epizódokat, mégpedig Kohári 1. István főkapitány idején kelt iratok alapján. Az említett korszaknak egyik jelentős alakja volt Kohári 1. István, aki apjának, Kohári Péternek nyomdokait követve szinte egész életét a török ellenes harcoknak szentelte. A bárói címmel rendelkező főúr két végvár főkapitányi tisztjét is betöltötte. 1647. szeptemberében Széchenyi várának parancsnoka lett, majd 1657. februárjában megkapta a kinevezését Fülek vezetésére is. A végvári élet jellegzetes eseményei közé tartozott a török, magyar és rácrabokkal való kereskedés, a rabtartás és a szabadulásuk fejében a rabtartó által megszabott sarc kifizetése vagy alkudozás arról. A 60-i börtönben levő Sós Ambrus nemesember Kohár István segítségét kérte váltságdíjának rendezésére. Korábban már ígéretet kapott a pénz megszerzésére Kanizsai Zsigmondtól, aki alatta a saját török rabját 200 tallérért és más kisebb értékű tárgyakért, hogy Sós váltságdíjáért odaadja, de azzal a föltétellel, hogy ezt a pénzt a rabsága után majd visszatéríti Kanizsainak. Csak hogy Kanizsai a megadott időnél korábban igényt tartott a pénzre, és azt a török rabot, akit megvettek tőle, beküldte 60-ba, hogy az összeget visszavigye. Sós panaszkodott Kohárinak, hogy egyáltalán nem engedik ki a tömlözből, és így lehetetlen Kanizsai részére a megadandó pénzt összeszednie. Ezért kérte a főkapitányt, hogy segítsen ő rajta, főleg azzal, hogy bocsássa a rendelkezésére azt a 100 aranyat, amelyet még a fogság előtt ígért neki Füleken. Amint kiszabadul, azonnal Széchenybe megy, és rendezi az összes adósságát Kanizsaival, sőt örök hűséget ajánlott fel a főkapitánynak. Pecsi Hasszán, az egri Besliák agája azért írt levelet Kohár Istvánnak, hogy küldje vissza Egerbe a rabját, Németi Istvánt, akit az ő tudomása szerint szándékosan tart vissza. Kifejezte enyhe rosszallását és Kohár eljárása miatt. A szomszédságban éljünk barátságosan, mint az régi vitézi szokás, és ahogy a többi eleink is éltenek, az olyan marcon a dolgokat nem kell a szomszédságban viselkedni. A török tiszt megírta a főkapitánynak, hogy Németi István esküvel ment el tőle Egerből, ígéretet téve, hogy a 80 talléros sarcát és az egy pár puskát megszerzi, de ehhez nem vesz igénybe egy rabgyermeknek a sarcát. Ha pedig Németinek a megadott határidőre nem sikerülne összeszednie a sarcát, akkor önként visszamegy Egerbe, és ismét rab lesz, amíg össze nem gyűjti a sarcot. Így hát semmiféle törvénytelenség nem történt, és Kohárinak sincsen oka arra, hogy ne küldje vissza Németi Istvánt. Ha az ember visszamegy hozzá Egerbe, akkor sem verni, sem szidni nem fogja, és még egy török rabot is visszaküld Széchenybe jó indulatának jeleként. Török rabok sarcának ügyében is íródtak levelek. Az Egerből származó, de Széchenyben raboskodó Ali Aga sarcának ügyében a tisztásai azt írták a fogvatartóknak, hogy a követelt összeg felét már eddig odaadták, a másik felének előteremtésére 3 hónapos határidőt kérnek, sőt egy szabaduló levelet is kibocsátása esetén. Egy másik esetben az egri török tisztek két török sarcáról írtak Kohár Istvánnak. Ali Aga és Yusuf Odabasi Cserépvárból indultak el 15 török gyalogossal, hogy Egerbe menjenek, de útközben Széchenyi végvári katonák támadtak rájuk, és a két tisztet fogságba vetették, majd sarcukat 6000 tallérban szabták meg. Ezt soknak tartották az egri tisztek, mivel hogy fiúrakért nem szoktak ekkora összeget kérni. Az egri tisztek mégis nagy nehezen ráálltak, hogy kifizetik a váltságdíjat, de kértek arra lehetőséget, hogy akár cserefoglyokkal is kiválthassák Yusuf Odabasit, akiért, ha így áll az alkú, 2 keresztény rabot ígértek. Egyedi eseteket is láthatunk. Kohár István 1653 telének végén több török koldulórab kezességén kiengedett egy Vukovó nevű rácrabot, aki Vágyszentpéteren lakott. Ezt a Vukovót azonban Zicsi István magyar katonákkal Győrbe vitette, azt nyilatkozva, hogy az ő jobbágya. Ott Győrben levetette róla a vasat, ami által megszűnt a rab személy rab státusza. Mustafa pasa arra kérte Kohárit, hogy a kezességlet török raboknak ne rója fel ez bűnül, hogy Vukovó nem tud fizetni emiatt, vagy nem tér vissza. Ha pedig a főkapitány mégis követelni a váltságdíjat, akkor az egyik kezesnek a pénze már egy pomázi embernél van,
aki megígérte, hogy el fogja vinni Széchenybe. Török rab sarcából részesedhetett több személy is. Kohár István 1661-ben megvett valakitől egy török rabot, de ehhez igénybe vette egy Papis Judit, Gombkötő János özvegye által adott 214 tallért is. Az özvegyasszony Oroszlány István füleki seregbíró közreműködésével hivatalos iratot adatott ki, miszerint ő az említett összeggel beszállt az Egerből származó Kazogli nevű török megvásárlásába. Az irat ugyanakkor felhatalmazta Kohár Istvánt arra, hogy bármekkora összeget is kapna váltságdíjért a töröktől, a Papis Juditra eső hasznot megtarthatja magának, csak a magpénzt, a 214 tallért köteles visszatéríteni az özvegynek. Szintén jellegzetessége a kornak a vasas rabok járatása, hogy összeszedjék sarcukat, esetleg leveleket továbbítsanak. Ha ezek a rabok kimentek a fogságuk helyéről, maguk helyett kezeseket kellett állítaniuk, akik teljes felelősséggel tartoztak a kiengedett rab visszatéréséig. A következő esetekből az derül ki, hogy a bennmaradt foglyok élete gyökeresen megváltozott, ha a vasas rab valóban nem tért vissza. Az egri tömlöcben raboskodó magyarok azt kérték 1658 őszén Kohár Istvántól, hogy egy Balogh Márton nevű szökött rabot fogasson el, és Majláth István kódulórab kezébe adva küldesse vissza Egerbe, mert ha 6 napon belül nem érkezik meg oda, akkor a törökök többet kivégeznek közülük. Balogh Márton miatt nagy kényszerítések és szenvedések jutottak ki nekik osztályrészül, 4 rabot megöltek, 2 törökké lett, 6 pedig hamis hitűvé a lelki terror hatására, 7 pedig Törökországba vitettek el, de mind a 19-nek a sarcát is, amíg élőkre terhelték rá a törökök. A Balogh Márton miatti kezesség még 1661 tavaszán is érvényes volt a rabokra. A fentebb említett Majláth István ugyan összeszedte a saját sarcát, és a Balogh miatt ráeső kezességpénz összeget, és ki is fizette, ám mielőtt szabadon bocsátották volna, maga elé hívatta Kara Ibrahim spáhi tiszt, és ráparancsolt, hogy 20 nap alatt kerítse elő Balogh Mártont, és hozza vissza Egerbe. Erős esküt tetetett Majláttal, hogyha nem intézi el a legjobb képessége és akarata szerint a szökött ember visszajuttatását, akkor átokéri egész életét. Ha pedig Majláth mégsem járna sikerrel, a füleki katonai vezetés szándékos akadályozása miatt, akkor Kara Ibrahim már előre szilárdan eldöntötte, esküt is tett magának arra, hogy Kohár István és Iványi Fekete László füleki alkapitány nagy sarcú rabját nem fogja szabadon bocsátani, mert ő senkinek egy pénzzel sem adós, hogy az ő rabját erőszakkal megtartván se be nem adák, se dolgát el nem igazíták. Ezen kívül Kara Ibrahim iszonyú kínzásokkal fenyegette meg a rabokat, ha Balogh Márton nem kerül elő. Egerben raboskodó magyar végvári katonák, Nagy Máté János, Pálfi Mihály, Nagy András, Nacsa Lukács, Kis István, Elek István, stb. Levelet írtak Kohár Istvánnak, hogy ők kezességet vállaltak Füleki Istvánért, és emiatt kiküldtek egy másik rabot, hogy vagy Fülekit, vagy a feleségét küldjék be Egerbe a sarccal. Az erről szóló postát az a bizonyos rab már biztosan eljuttatta Kohárihoz, és kérték a főkapitányt, hogy valóban küldje vissza vagy őt, vagy a feleségét, mert különben sorsuk rosszabbra fordul, és nem is szabadulhatnak. Az egri raboknak 2 hónappal később ismét írniuk kellett a főkapitánynak, Füleki István ügyében, aki Vácra szökött, és közben törökké lett. A kezesek az egri törökök tudtával már 2 küldtek postarabokat Vácra, hogy Füleki István sarcügyét ott elrendezzék, de a váci törökök elkergették őket. Azt mondták, hogy addig nem intézkednek Füleki István ügyében, amíg azoknak, a török raboknak a sarca nem rendeződik, akikre egy magyar állett török személynek a sarcát teljesen rávetették. Egyébként van Füleki Istvánnak egy rabja Füleken, szedjék be attól a váltságdíjat, vigyék el Egerbe, és abból fedezzék az ottani török rabok sarcát. Ha Egerből megírják, hogy a sarc megérkezett, akkor majd ők is rendezni fogják Füleki István sarcügyét. Ha meg az egriek pénzt akarnak, akkor addig verjék a kezeseket, amíg oda nem adják a sarcot. De a váciak megfenyegették a postarabokat, hogyha még egyszer ebben az ügyben oda mennek, nagyon meg fogják őket hínozni. Az egri foglyok azért írtak Kohár Istvánnak, mert a postarabok hazafelé betértek Forgács Ádám bányavidéki főkapitány kastélyába, hogy tőle kérjenek segítséget, és éppen ott találták Kohár Istvánt is, aki megígérte,
hogy fülekre visszatérve törvénnyel fog jelentézni az ügyet. A rabtartás során mindkét fél gyakran sanyargatta a foglyokat, és ha valamelyikük valahonnan hírt kapott a saját foglyainak kínzásáról vagy veréséről, akkor azonnal a tálió elf használatával fenyegetőzött. A szolnoki törökök más alkalommal is kegyetlenül bántak magyar foglyaikkal. A szolnoki tömlöc 1663-ban került be Fodor Pál nevű széchenyi katona, aki addig könyörgött az ott levő raboknak, míg azok kezesek nem lettek érte. Ekkor Fodort kiengedték a törökök, de Gyöngyösön a Nagy István Végvári által vezetett széchenyi katonák leverték a lábáról a vasat, és a sarcpénzével és a postával együtt elvitték Széchenybe. A széchenyiek azért vitték el Fodort és a nála levő pénzt, mert Szolnokról származó törökök megszöktek Széchenyből, és így akarták megbosszulni a váron esett sérelmet. Ezt a hírt meghallva a szolnoki törökök annyira megdühödtek, hogy minden rabot alaposan megvertek. A szolnoki rabok levélben kérték Kohár Istvánt, hogy vagy Fodor Pált, hogy az általa összegyűjtött sarcot küldje vissza Szolnokra, mert addig ők egyáltalán nem mehetnek ki a börtönből, sőt időnként verni is fogják őket. Kohár István 1663 tavaszán szemrehányó levelet írt a hatvani bégnek, hogy bizonyos magyar személyeket elvittek Széchenyi alól a szőlőkből, holott azok rendes kóduló rabok voltak, mint például Batta Benedek. Amhet bég azt válaszolta, hogy a raboknál kard volt, és így jogos volt az elfogásuk, hiszen rabok nem hordhatnak kardot. Kohári azzal is vádolta, hogy a bék akadályozza a rabok mozgását. Amhet erre azt felelte, hogy Kohár István és a többi magyar főkapitány az oka, mert szándékosan csaltak bizonyos rabok szabadulásának érdekében. Egy Esztergomból származó szemét kerestek a törökök, erre a magyarok kibocsátottak egy olyan rabot, aki Párkányról került fogságba, de az esztergomi oszmánok egyből fölismerték, hogy az a török nem az ő helyérségükhöz tartozik. A bég azt írta még, hogy nem fogja figyelembe venni ezután a magyarok fogolytartásra vonatkozó panaszait. Ennek utána ilyen levelekkel és felesleges dolgokért ne búsítson kegyelmetek, mert egyik fülönkön bemégyen, a másik fülönkön kimégyen. Az oszmán birodalom fokozatos magyarországi térhódítása a hódoltsági területeket növelte, és egy sajátságos kettős birtoklási rendszer alakult ki a kondomínium. A falvak és a mezővárosok tehát mind a török, mind a magyar földesuruknak egyaránt adóval tartoztak. Vizsgált időszakunkban az 1606-os zsitva-toroki béke és az azt megújító szűnyi békék pontjai voltak érvényben, amelyek tiltották a magyarok és a törökök között a várok megvételét és az egymás elleni hadjáratot. Ám mivel mindkettő nemzetiségű végvár katonaság megpróbálta csekély összegű zsoldját kiegészíteni, gyakran katonai atrocitásokra került sor a portyák folyamán. A Kohár István korából származó török levelek között találunk egy végvári katonák portyája miatti panaszt. Omer Bég, a budai főkajmakán, Rédei Mátyás Széchenyi lovas hadnagy miatt írt panaszt Kohár Istvánnak. Ez a végvári tiszt nemrég levelet írt a pesti agáknak, hogy a Buda és Pest környékén található malmok ezentúl az ő tulajdonát képezik, mert a magyar uralkodótól adományként megkapta őket. Megfenyegette a molnárokat, hogy ezentúl Széchenybe ő neki fizessenek adót, mert ha nem teszik, akkor az összes malmot felégeti. Omer aga nem hitt ebben a donációban, ezért írt Kohár Istvánnak, hogy fékezze meg a hadnagyot, mert ha tényleg felégeti a malmokat, akkor jelentést fognak tenni első Lipótnak, és akkor Rédei úgy fog járni, mint a teve, aki, hogy kívánta a szarvat, aztán a fülét is elveszítette. Omer a következő sorokkal fejezte még ki elszántságát a följelentés elküldésében. Ha Rédei vitézembernek tartja magát, vitézmódra jöjjön, roncsa el, avagy égettesse meg a malmokat. De tudja az kegyelmet, hogy kicsiny tűzből nagyon nagy tűzlészen, nehézlészen osztan eloltani, és magatok beliek égnek el a nagy tűzben. Muszili Bég, Kászó Negri pasa kajmakámja, szintén hasonló ügyben írt Kohár Istvánnak. Azzal vádolta a főkapitányt, hogy a régi jórendtartást és békés együttélést elrontotta azzal, hogy parancsot adott arra, hogy a végváriak mostanában minden török dézsmabúzát szállító szekeret támadjanak meg és vigyék magukkal Fülekre és Széchenybe. Például nem régen Szent Simoni és Darnyai lakosok által
Szolnokról szállított két szekér búzát ragadtak el a magyarok. A bég azt kérte Koháritól, hogy a magyarok hagyjanak fel a szekerek megtámadásával, és az eddig elvett búzát pedig adják vissza. Mert ha tovább folytatódik a rablás, akkor a törökök is parancsba fogják adni a hódoltsági településeknek, hogy a magyar földesuraknak járó búzát és bármilyen dézsmát egyáltalán ne vigyenek be a végvárakba. Sőt, ha mégis megindulnának a szekerek, akkor katonasággal fogja elállni az útjukat, szóval semmilyen tizedhez vagy dézsmához tartozó termény vagy áru nem fog eljutni a magyar oldalra. A végvári katonák a visszaéléseket a török kolduló rabok rovására is elkövették. Hasszán bég levele alapján a széchenyi végváriak nemrég két esetben is pénzt vettek el ilyen módon. Először egy Murát nevű agától kaparintottak meg 200 tallért, egy másik esetben pedig 300 tallért szereztek meg egy kisebb csoporttól. Hasszán bég azt kérte a főkapitánytól, hogy az összes pénzt küldesse vissza, mert Murát fiainak szüksége lenne rá az adósságaik rendezése miatt, és a többinek is szüksége lenne a 300 tallérra, mert anélkül nem tudnának megszabadulni. A török urak köszönő levelet is írhatta Kohári Istvánnak, nem csak panaszkodást kifejezőket. Omer bég és Tihája a budai pasának és tisztjeinek köszönetét tolmácsolta, örülnek neki, hogy Kohári István nem engedi az alföldi szerb lakosú falvakat zaklatni, és ha esetleg rácjobbágyok kerülnek Széchenybe, akkor vigyázz rá, hogy különösebb bántódásuk ne essen. Úgy tűnik, hogy az elvileg ellenséges viszony nem akadályozta meg a szinte barátságosnak mondható kereskedelmi kapcsolatokat. Kohári István 1661 nyarán levelet írt Murát Spáhi tisztnek, hogy vásároljon be a számára. Ha Budán jár, akkor vegyen neki keleti szőnyegeket és 4 sing bársonyos nemest vagy bársonyt. A Spáhi a budai útjáról visszatérve megírta a főkapitánynak, hogy csak 6 olyan szőnyeget talált, amilyen kellene Kohárinak, annak is darabja 12 tallér. Azonban a Kohári ízlésének megfelelő színű bársonyt nem talált, bármennyire is kereste. Murát Spáhi azt kérte a főkapitánytól, hogy a szőnyegek árát juttassa el hozzá, és amint a pénz a kezébe kerül, akkor azonnal intézkedni fog fölküldésük ügyében. Tisztelt hallgatóság, tisztelt látogatók, köszönöm, hogy meghallgatták előadásomat.